Ez természetesen más, éppen ezért a szervezés is más. Erről azt hiszem, hogy a ügyvezető igazgatónő tudna bővebben beszélni, én ebben nem akarok belemenni. Ez a fesztivál egyébként arra is egy nagyon jó példa, hogy hogyan tudnak együttműködni a kultúra szereplői a különböző területekről, tehát az állami intézmények, hiszen itt van a Nemzeti Galéria főigazgatója Bán úr, és ugyanígy ebben a programsorozatban részt vesz a Nemzeti Színház is, tehát állami intézmények. Magában a támogatásban is, ugye a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja ezt a rendezvénysorozatot, és hát persze mellette az önkormányzat az intézményeivel, ugye, és ne hagyjuk ki, mert nagyon fontos a kultúra szereplői közül a magánszféra, hiszen egy olyan jelentős intézmény is bekapcsolódott idén a Café Budapest rendezvénysorozatban, mint a Budapest Music Center, amely márciusban került átadásra, és egy fantasztikus létesítménye, új létesítménye Budapestnek, és hát reméljük, hogy igen szép jövő előtt áll, az is bekapcsolód. De említhetném az A38 hajót, amely szintén nagyon jó példa arra, hogy hogyan tudnak ezek a különböző magának állami és az önkormányzati szereplők együttműködni. És hát teljesség igénye nélkül, de megemlíteném, hogy most már a romkocsmák is bekapcsolódnak ebbe a rendezvénysorozatba nagy örömünkre, hiszen ennek is van egy nagyon fontos turisztikai értéke. Nagyon fontos, hogy ezek a szereplők együttműködnek. Én sok sikert kívánok a Café Budapest Fesztiválnak. Szeretném megköszönni a rendezőknek, szervezőknek, a résztvevőknek azt a munkát, amit eddig elvégeztek, és ami biztosítja majd ennek a színvonalas lebonyolítását. Köszönöm a figyelmet!